Buszos és hajós kirándulásokkal ünnepelték az idegenvezetők világnapját Budapesten. A jeles nap egyaránt szól a szakmának és a kirándulni vágyó közönségnek. Vannak a többi buszok óta? Már ők elmentek, meg már nekünk is 10 perce úton kéne lenni. Kis késéssel ugyan, de útnak indult az idegenvezetők világnapjára szervezett buszos körjárat Budapest belvárosában. A nemzetközi világnapot a 80-as évek óta minden februárban megtartják. Magyarország 10 évvel később csatlakozott a kezdeményezéshez, és 2009 óta szerveznek programokat ebből az alkalomból. A rendezvény a szakmának szól, hogy megismerhessék az utazási irodák, a szervezők azt, hogy valóban milyen választék van az idegenvezetésből, és minden látogatónak, hogy igazából érezzék, hogy milyen az egy idegenvezetés, ahol felkészült idegenvezetők mutatják be nekik egy város, egy városrész életét. Az elmúlt 4 napban tematikus séták, buszos kirándulások és hajóutak közül válogathattak az érdeklődők. Az idegenvezetők azt mondják, hogy itt Budapesten egyébként a dunai hajózás az egyik legnépszerűbb program. Ez, vagyis a hajótúra lehetősége tehát biztosan befolyásolta azt a több mint 62 ezer turistát, akik 2019-ben arra szavaztak, hogy Budapest legyen a legjobb európai destináció. Ezek a túrák persze inkább a belföldi turistáknak szólnak, köztük pedig akadnak visszajárók is. Kimondottan erre programra jövünk föl, már 4 éve, és nagyon tetszik a hajózás, meg a tájékoztatás, tetszik a citadella, amit nagyon figyelünk, úgyhogy sok minden, sok érdekesség van. Az idegenvezetők világnapjához kapcsolódó rendezvényeken több ezer érdeklődő vesz részt minden évben. Hol talál az ember legtöbb információt ilyen? Egy buszos kiránduláson is részt vettem, és ez most a hajós, és nagyon tetszik. És egy különlegessége a hídnak, technikai különlegessége, hogy ez volt Budapest első öntött vashídja. A fővárosi programok között volt különjáratú villamos és kifejezetten gyerekeknek szóló idegenvezetés is.